Szabó Klára Petra érdemelte ki a tavalyi 61. őszi tárlat Rudnai Gyula művészeti ösztöndíját, amelyet a város a Magyar Művészeti Akadémiával közösen 2 évvel ezelőtt alapított. Odaítélésénél fontos szempont volt, hogy az alkotó 35 évnél fiatalabb és már végzett művész legyen. A festőművész 2007 óta rendszeres kiállítója az őszi tárlatoknak, de megfordult Hollandiában, Angliában, Csehországban, Dániában, Észtországban és Dél-Koreában is. Szabó Klára Petra szellemisége Tornyai Jánost idézi, aki városi ösztöndíja Párizsban tanult, majd visszatérve fényt hozott a város kulturális és művészeti életébe. A fiatal művésznő a világ majd minden táján gyűjti az inspirációt és képzi magát, majd hazatérvén megosztja a tudását és tapasztalatait velünk, mint ezt teszi mostani kiállításán is. Szabó Klára Petra 1 évig csak az alkotásra koncentrálhatott, mert Rudnai Gyula ösztöndíjasként havi 100 000 forint támogatásban részesült. Ez idő alatt tovább tudta gondolni korábbi dél-koreai élményeit, amikor nagy hatást gyakoroltak rá a jégkristályok. Így, amikor hazajött, azt vizsgálta, milyenek a helyi alapanyagokból létrejött jégvirágok. Már a készítésük komoly kihívást jelentett, mert csak -7 fokon tudta rögzíteni a vízben oldódó festéket. Ez a szemedgyönyörködtető, de mulandó jelenség vizsgálata ott kezdődik, ahogy maga a művésznő is találóan megfogalmazza, ahol a különböző elméletek találkoznak. Korábbi munkáiban számos határterület összekapcsolására találunk példát, ez alkalommal egy fizikai jelenség művészi leképezésére, egyben újrateremtésére vállalkozott. Időközben Szabó Klára Petra egy újabb pályázat jóvoltából másodjára is visszatérhetett Dél-Koreába, ezért a kiállítás látogatóit webkamera segítségével köszöntötte. A festőművész távollétében is támogatja a mezővári óvoda építését, egyik művét felajánlotta megvásárlásra, e nemes cél érdekében. A részkarcokat és rézmetszeteket idéző jégvirágokat az érdeklődők egészen december elejéig tekinthetik meg a Tornyai János Múzeumban.